Sziasztok, köszöntelek titeket itt a szapod újabb adásában, pár napja ért véget az Európa Bajnokság Szegeden, és ennek kapcsán fogunk beszélgetni most Karesszal. Ugye ő belülről érte meg ezt az egész eseményt, ott volt a versenyzőként, a válogatott tagjaként, úgyhogy ilyen aspektusból is bepillantást nyerthettek majd a mostani szegedi Európa bajnokság történetébe. Szia Karesz! Üdvözöllek! Sziasztok! Elsőként azt kérdezném meg, hogy a saját teljesítményeddel kapcsolatban milyen elvárásaid voltak, és hogyan értékeled a, VB, a EB-t, Ugye a múlt hét, a verseny előtti héten volt a kvalifikáció, és, 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 itt akkor pár napja pedig, ha jól emlékszem, akkor technikai versennyel kezdődött az Európa Bajnokság számotokra. Így van, csütörtökön technikai versennyel kezdődött a szám, természetesen egy ilyen versenynek a felkészülése azért már, már több hónappal előbb elkezdődik. Én is úgy voltam vele, hogy amikor megtudtam, hogy Szegeden az Európa-bajnokságon lesz száp futam, akkor éreztem, hogy ez egy nagyon kiemelt verseny lesz számomra. Nekem ez, nekem ez nagyon fontos volt. Én 98-ban ott voltam a, a világbajnokságon, amikor kim volt 40 ezer ember, és onnan lehetett tudni, hogy jön a kajak négyes, hogy jött közelebb a morajlás. Hát sajnos a mostani Európa-bajnokságon nem voltak kéne ennyien személyesen, de, de mindenféleképpen szerettem volna, ha úgy tetszik, akkor a magyar kajakkenúnak ezt a szentélyét egy ilyen, ilyen rendezvényen megjárni. És hát igen, előtte egy héttel válogató volt, pont le is sérültem, sikerült egy olyan borda izomhúzódást összeszedni, hogy az is kérdéses volt, hogy egyáltalán a válogatón elindulok, nem hogy, nem az Európa bajnokságon, de aki ismer, azt tudja, hogy én egészségesen versenyre még nem mentem, tehát valamit mindig csinálok, ami, amit nem kére. Úgyhogy jól sikerült, a, a válogató is jól sikerült, tudtam egy-kettőben lenni, és hát az Európa-bajnokságon én úgy álltam oda, hogy ugye először azt gondoltam, hogy nem lesz senki, ugye nem, nem volt pénzdíj, és hogy a nagy nevek távol maradnak, és így gyakorlatilag egy kisebb ilyen, hát ilyen regionális versenyé fog szűkülni ez az Európa-bajnokság, aztán, aztán ahogy néztem a, a nevezési listát, kiderült, hogy ez nagyon nem így lesz, úgyhogy pillanatokon belül úgy voltam vele, hogy nagyon gyorsan változott, ugye, hogy addig úgy gondoltam, hogy szeretnék két áldöntőt, meg egy, egy, egy top 10-es helyezést, aztán hát amikor a rajt előtt álltunk, akkor már úgy voltam vele, hogy hú, jó lenne egy top 10-es helyezés, bárhol, bárhogyan. És, és hát igen, a technikai számoknál 8 előfutam volt, a sprint számoknál is 8 előfutam volt, hogy úgyhogy, úgyhogy ö, oda kellett magunkat tenni, fáradtan is értünk a hosszú távra, sajnos a technikai futamnál, az előfutam az nagyon jól sikerült, ott, ott meg tudtam csinálni, amit szerettem volna, a technikainál nem, ott, ott egy nagyon nagyot hibáztam, egy taktikai hibát vétettem, ez nem azt jelenti, hogy biztosan bejutottam volna, de, de hallgatnom kellett volna a akik nagyon ügyesen oldották meg ezt a feladatot, és hát ahonnan én voltam, ahol bekerültem hátra aláról, már nem nagyon tudtam átmenni a túloldalra. A sprint számoknál én sem voltam úgy igazán gyors, úgyhogy nem lepett meg. Szerencsével bejuthattam volna a B döntőbe, de, de pont nem jutottam be. A hosszú távon pedig, hát ami, ami maradt, azt mind, mind szerettem volna oda tenni, és hát végül sikerült kilencediknek lennem, úgyhogy tényleg óriási küzdés árán sikerült elérni azt, amit szerettem volna. Hogyha ha itt megállt volna az Európa Bajnokság, akkor én már úgy jövök haza, hogy élményekkel teli, és, és ez nem egy, nem, egy deficites, nem egy deficites történet. Aztán jött egy nap pihenő, amire nagyon szükségünk volt, nekem biztosan, és, és a felfújhatósba, ami marad, ami marad, és ott többször próbáltam lapot húzni, nem is 19-re, inkább 20-ra, kiálltam a balszérre, nem krétorék mellé álltam, hogy egyből felálljak vízre, ugye megkockáztattam azt, hogy hiába megyek tiszta vízen, nem fogok tudni bemenni vízre, aztán az a vízre menetel is lemaradt ugye a közvetítésről, de az is eléggé kalandos volt, ahogy sikerült elmennem vele vizen meg hát a forduló, és amikor egyedül maradtam, akkor, akkor az egy nagyon küzdős 2000 méter volt. Tehát amikor beértem, ott van rólam egy fénykép, szerintem az mindent elárul, kimentem a partra, és a, a, ott nagyon sok, a, egy ilyen Európa nagyon sok az önkéntes, tehát egy ilyen szintű nemzetközi versenyen, és akkor jöttek oda, hogy akkor nem mozduljak, mindjárt hívják az orvost, mert, mert majd ő, ők majd elvisznek engem a stégről, és akkor majd valami lesz, mondtam, hogy megmaradok, csak hat, hat kapjak vizet, meg árnyékot, úgyhogy Összességében nagyon jól sikerült, én, én, nagyon elégedett vagyok azzal, amit elértem. Most nyilván vannak, akiknek ez nem annyira nagy eredmény, de, de nekem az én felkészülésemhez, az én lehetőségeimhez képest én tényleg úgy élem meg ezt az egészet, hogy hogy, 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 szuper volt, hogy nagyon, nagyon jó volt. Hát igen, mi, minket nagyon, mi nagyon jól szórakoztunk, tehát hogy tényleg izgalmas futamok voltak, volt kinek szurkolni, tehát hogy ez nagyon fontos, és amúgy a te teljesítményéhez én azt azért mindenképp hozzátenném, hogy, hogy te sem, és itthon senki sem csinálja ezt főállásban. Tehát, hogy azért lássuk be, hogy, hogy itt 40x évesen vonulós tűzoltóként azért ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény, hogy munka mellette Európa bajnokságról, és nagyon-nagyon erősen idézőjelbe téve csak felfújhatós futam, mert azért az is kőkemény volt. Én valószínűleg nem tudom, az utolsó helyen kullogtam volna be egy ilyen félórás hátrányban mögötted. Tehát, hogy, hogy ez, ez igenis egy, egy, egy komoly teljesítmény. Úgyhogy, úgy, hogy szerintem ez, erre tényleg miattán lehetsz büszke. Meg hát ez volt a, a, szakág első Európa bajnoksága, úgyhogy ez, 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 ez mindent, mindent, elmond, hogy itt azért le kellett, le kellett tenni a, a melót előtte, meg ugye ott a helyszínen is. Ugye a válogatottként voltál ott, a válogatottban voltak még ugye Ifik, a, a Csillag is, meg Zénó, illetve Réka, a, a felnőtt női mezőnyben indult. Uh, ugye itt a, a, a válogatón is már egy kicsit összekovácsolódtatok, vagy hogy miben volt más válogatottként ott lenni, mint amúgy egy, ugye ez egy Open Európa bajnokság, tehát bárki benevezhetett, uh, miben volt más, csak, csak sima versenyzőként, benevezett versenyzőként ott lenni, mint válogatottként? Most ez, ez lehet, hogy nagyon teatrálisan fog hangzani, de amikor az ember bekerül a válogatottba, akkor, akkor fölveszi a válogatott meszt, és ez, és, ez, és ez jó érzés. Ez jó érzés, akkor is, úgy, hogyha nem egy, egy világszinten top 5-ös versenyző is, egy jó érzés. Uh, igen, a csapat ugye egy héttel előtte alakult ki, de nagyon szeretném kiemelni Tóth Dávid Szövetségi Kapitánynak a munkáját. Ez a munka is nem most kezdődött, ez már ősszel kezdődött sok volt az olyan verseny, ami pont erről szólt, felhozó versenyeink voltak, ahol, ahol össze tudtunk kerülni, ahol tényleg az volt a fontos, hogy, hogy fölkészüljünk a futamokra. Az, hogy, a, hogy a, a válogató előtt ugyanazon a helyszínen bejárjuk a pályát, és, 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 tényleg átérezzük azt, hogy mi lesz majd egy héttel később, még akkor is, ha csak egy hét volt előtte. Én azt gondolom, hogy aki nem volt a válogatón, az, az önmagához képest is mind nagyon jól szerepelt. Tehát, én azt gondolom, hogy fölülmúltuk a várakozások sok mindenben. Réka Open második helye szerintem egy fantasztikus eredmény. Ugye Csillagtól és Zénótól azért kimondva, kimondatlanul azért mindenki várt egy érmet, de, de nagyon leuralták az i. A, hát Gábornak a harmadik helye, azt már várjuk évek óta, igazából ő nagyon, ő nagyon agilis és nagyon-nagyon jó versenyző, és ezt a harmadik helyet úgy ért el, hogy ő kétszer le is esett a deszkáról és érte utol a mezőn, tehát megharcolta ő a hadak útját. Ő, ő, nagyon, nagyon agilisan állt ez hozzá. Még Fodor Szabi nem volt a válogatott tagja, de nem volt a válogatott, nagyon jól szerepelt. Zsuzsa is Openba indult, ugye ez én anyukája, pedig ő is maszterszkorú versenyző, de, de ő is nagyon szép eredményeket ért tehát ő is tizedik lett hosszútávon Az egyetlen... Egyetlen talán, aki akinek nem jött úgy ki a lépés, de, de nem volt a válogatón, az a, az a Czölner Viktor volt, amit nagyon sajnáltam, mert tényleg látszott, hogy ott annál a 200 méternél a szívét, lelkét rúgja azon a deszkán, és olyan kicsivel, hogy szemmel szinte nem is, nem, nem is lehetett látni, hogy úgy, le, úgy esett ki a, a b -döntőből. Szerintem megérdemelten jutott volna be. Jó lett volna, ha ő is bejut, de visszatérve a témára, tehát a kérdésre, hogy... Ez egy tudatos felkészülési programnak egy, egy nagyon jól összerakott része volt. Csapatként érkeztünk az eb és az, hogy közös szálláson voltunk, nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat figyeltünk a másikra, segítettük verseny közben, tényleg önzetlenül. Tehát az, hogy az a énóval egy kategóriában indultunk, ez sem számított meg Gáborral is, ugye a, a technikai meg a szinten ezek, ezek nem számítottak. Tehát tehát az számított, hogy egy csapat vagyunk, és a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből, és szerintem én úgy gondolom, hogy, hogy várakozáson felül sikerült uh, teljesíteni, és nagyon remélem, hogy ez a, ez a csapatszellem egyrészt ugye megmarad, másrészt, hogy mindig is körül fogja lengeni a, a magyar csapatot, mert, mert ez egy nagyon jó összetartó erő, és uh, inspirál minket. Tehát amikor, amikor ott ültünk, ott vacsoráztunk, és akkor láttam, hogy a felfújhatós futam előtti este, hogy itt most már és már mindenki állt azon a dobogón, és hát meg lehetne próbálni ezt a felfújhatost, akkor én mondtam Gábornak, mondom, Gábor, én itt, én, én itt, a szívem, lelkem kiteszem, csak, csak sikerüljön, mert nem azért, mert én is tudom, hogy ugye a felfújhatós szám az, az nem egy olyan Európa bajnoki szám, messze sem, mint a sprint, a technikai vagy a hosszú, de, de az érzet, hogy, 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 én is ugyanúgy ebben, ugyanúgy a csapat tagja vagyok, ez, ez, nagyon, ez nagyon hiányzott, és ezt nagy minden el akartam érni, úgyhogy Úgyhogy szerintem jól sikerült, és, és ez is azt mutatja, hogy csapatként nagyon jó nagyon, nagyon jó bekerülni ide. És a, főleg mondjuk itt a technikai versenyre gondolok, ott, ott tudtatok, hogy a futamok között beszélgetni arról, hogy melyik taktika lehet esetleg nyerő. Ugye itt most egy viszonylag. Hát én azt mondom, kívülről nézve, hogy egy viszonylag szokatlan technikai pálya volt. Tehát az elején volt egy talán 600 méteres egyenes, vagy talán 700 is volt, és utána volt még. még öt forduló, hogy, hogy tudtatok erről is beszélni, Zégnóval, Gabóval, Csillaggal, hogy, hogy honnan érdemes, hát ugye azt, hogy honnan érdemes indulni, azt nem választod meg, mert azt ugye raknak a, a pályára, de hogy, hogy mi, mi, milyen taktika lehet itt nyerő igazából. Igen, és ez nem is most kezdődött, hanem már a válogatónál ott a, a Szabi és a Viktor úgy döntöttek, hogy egyébként egy kicsit kevesebb, mint 600 méter volt az egyenes, de ez egy olyan speciális szám volt így, hogy ez eléggé meghatározott nagyon sok mindent. Tehát az első háromnak a helyét biztosan, és a taktikát is azért, azért olyat láttunk, amilyen taktikai elemeket nem nagyon szoktunk látni technikai futamban, és a, a, válogatón Szabi és Viktor elkezdtek minket hát összeszorítani, letolni, tehát mindenféle olyasmivel élni, ami, ami, amivel megpróbál előnt kovácsolni magának, hogy elsőnek érjen a, a fordulóhoz és és én meg is köszöntem Szabinak utána, hogy csinált ilyet, mert ugye ez is egy, tanul, egy, egy, tanulási folyamatnak volt a része. Ott ugye az volt a jó megoldás, hogy szépen el kellett engedni őket, és akkor meg kellett őket kerülni. Na most nyilván ezt egy Christian Andersennel nem lehet megcsinálni, hogy csak úgy megkerülöd, de, de világossá vált az, és ezt nagyon sokat beszéltük futam közben is, hogy, hogy, a, hogy nem, 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 lehet fullba nyomni azt a 600 métert, mert akkor aki levizez, az, az megkerül a végén, és nem, nem lesz jó, úgyhogy Úgyhogy igen, beszéltünk erről sokat, a, meg arról is sokat, hogy azért a dalálóba csak az kerüljön, aki ezt bírja, tehát ezt a, a, hullámos vizet. Engem nagyon meglepett, hogy, hogy amikor egymás mellett mentek hárman, akkor milyen, milyen dobott vizet tudtak hátul csinálni. Tehát uhum. én, én lá, visszanéztem a felvételt, én nem láttam, ahogy elvezek, én nem értettem, hogy a TV képernyő vagy egy a képernyő előtt, hogy én nem tudtam normálisan nevezni, de bennem van az érzés, amikor az ott egy félméteres hullám a semmiből. Tehát, hogy, és ezeket megosztottuk egymással. És attól függően, hogy ki kivel indult és hogyan, azért beszéltünk arról, hogy hogyan lehet ebben előrébb lépni. És a, bár tudom, nem te vagy a szövetségi kapitány, de a, a fiatalok teljesítményét hogy értékeled? Ugye nyilván a, a, hosszú távot azt tényleg, hogy te is mondtad, leuralták, azt hiszem, hogy fél perccel és egy perccel verték a, a, a saját mezőnyüket, tehát hogy azért az tényleg tetemesnek mondható különbség. Ugye Csillag openben is, sprintben és technikaiban is döntőbe jutott, Zeno ugye a sprintet kihagyta, és ő technikaiban jutott döntőbe, de azért 17 évesen Európa bajnoki mezőnyben azért szerintem ezek, ezek egy jó teljesítmény, tehát hogy ezek jó teljesítmények, azért bizakodásra adnak számomra szurkolónak okot. Mindenféleképpen. Én is így látom. Az ifi mezőny bizonyos szempontból még elég hektikus. Tehát uh, erre majd később szerintem fogunk beszélni, hogy, hogy mi, a, mi az előnye meg a hátránya annak, amikor pénzdias egy verseny, és mi az előnye annak, amikor egy szövetség elhozza a versenyzőit. De a, a görög és a spanyol fiatalok nagyon-nagyon jók. Tehát lehet, hogy nem hallottunk róluk, de de tényleg nagyon-nagyon jók. És, uh, és olyanok, akikre az ember nem is gondol, mert mondjuk nem utazott ki Tájföldre, mert úgy jött ki ez az amaz az előző világbajnokságra, de itt, itt megjelentek, és, és adták azt a színvonalat, amit, am, a, amivel szerintem azért ez egy minőségi verseny volt. Tehát az, hogy sokkal nyertek, az sokkal inkább az ő érdemük a mezőnyben elfoglalt helyükhöz. Nyilván nem volt itt mindenki. Nyilván ez az első Európa-bajnokság, és és ezek majd biztos későbbiekben változnak, de, de taktikusan, a saját taktikájukat megcsinálva, a mezőnyüket tényleg uralva, tudták végigvinni azokat a dolgokat, amiket szerettek volna, és hát azért amikor a felnőttek között mondjuk a, a Zeno megvillant a technikai számon, és egy kreatort rakott saját maga mögé, akkor én azt gondolom, hogy tehát ezt nem kell magyarázni. Tehát itt fölösleges az, hogy ki, ki volt, meg ki nem volt, mert egy, egy anti-creator mögötte volt. Meg Jóli eh, Svárcot is, azt hiszem, azt hiszem őt is megvertetett. Tehát azért itt, 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 itt nem, nem akárki kell találkozott az ember, Úgyhogy az, hogy nem lett belőle dobogó, de hát ezek felnőtt versenyzők. Tehát ehhez képest az én még, még nagyon sokat fog tanulni, nagyon, nagyon, sok technikai elemet fog még biztosan fölvenni, nagyon sokat fog erősödni, meg, meg biztos javulni fog a rajtja is, ugye, ahogy erősödik, de azért már most olyan szintet képvisel, hogy szerintem lerugni nem lehet arról a deszkáról, tehát nincs az a hullám, ami őt <laughs> ledobná egy, 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 ilyen vizen. Szóval, szóval nagyon sokat fejlődött, és, és, nagyon jó irányba halad, és és ez nem a véletlen művetet. Olyan munka van mögöttük, mind a kettőjük mögött, az én újban talán egy picit jobban belelátok így a Gáborral való beszélgetés, meg a versenyzések miatt, hogy hát láb Tehát én, én szerintem ez, ez egy nagyon, nagyon jó irány. Tehát a, azt szokták mondani, hogy két dolgot nem kell megmagyarázni, amikor valaki nagyon nyer, meg amikor nagyon kikap. Tehát ott fölösleges magyarázkodni, nem, nem is kell. Tehát egyszerűen ez egy jó teljesítmény, egy, 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 egy jó, jó lerakott hétvége volt, vagy hét volt szerintem, mind a kettőjüknek. Hát én szerintem az összes nézőnk és olvasónk nevében mondhatunk, hogy tényleg mi büszkék voltunk nem csak a válogatottra, minden érmesre, dobogósra, és, és nyilván minden magyarra, aki egyáltalán ott volt, elindult és végigcsinálta ezeket a versenyszámokat, amelyek azért nem minden esetben voltak könnyűek, itt a pálya kijelölésre gondolok, hogy azért nagyon sok kör volt a hosszú távon is, nagyon, nagyon sokáig, tehát hogy gyakorlatilag nem csak a rajtnál volt dobott víz, hanem szinte végig. Úgyhogy át is kanyarodnék itt a harmadik témára, úgy összességében az Európa bajnokságra. Ugye mi itt nagyon sokszor hivatkoztunk erre úgy, hogy ez egy SZAP Európa bajnokság, de ez hivatalosan egy kajakkenú és SZAP Európa bajnokság, sőt még para kenú vagy para, para kajak, nem tudom, ezt, ezt majd kiírom ide pontosan, 22, hogy, igen. Hogy, igen, hogy, hogy mi volt a megnevezés, és hogy mi, mi jött ebből a, a, le, a lebonyolításból? Tehát ugye először is le, hálásak lehetünk, hogy egyáltalán létrejött ez az esemény, hogy a száposok Európa-bajnokságon vehetnek részt. Uh, nyilván azt előre is tudtuk, hogy az, hogy, hogy egy feszített kajakenu EB programba kell ezt beszuszakolni, a, ezeket a versenyszámokat, ez kompromisszumokkal fog járni. Uh, te hogy láttad? Uh, ezt így, hogy, hogy milyen, milyen pozitívumokat láttál ennek kapcsán, hogy, hogy ez az EB egyáltalán megrendezésre került? Ha nem haragszol, akkor inkább előbb a, a, a negatív, meg ugye a, a visszhangokról beszélnék, és utána elmondanám, hogy szerintem milyen pozitívumai voltak, meg hogy én hogy gondolom, hogy miért nem változtattak sok mindenen. Aztán ez vagy így van, vagy nem, mert nem vagyok a Kajakénú szövetség szövetség. Elsődlegesen, ugye, hát a sprint számokkal azok. Rajtgépes sprint száp versenyt én még nem láttam tényleg olyan idő fotocellás időméréssel tehát én azt gondolom hogy ez ez itt a top tehát az ahogy a 200-as sprinteket megrendezték azt szerintem ezt nem lehet jobban megrendezni tehát ez, ez ennek a számnak a, a non plusz ultrája és és azért az a 46-os idő úgy hogy a, a Kenu 1-es döntőben volt aki 40 és felett ment Kenuban ahhoz képest szerintem ez a 46-os idő, right Earth, szerintem hát egyszerűen geniális. Tehát jó volt az idő is, nem volt az, hogy nagyon fújt a szél, minden remek volt, a sprint ilyen. A technikai számnál én, én értem, hogy sokaknak van a fejében egy elképzelés arról, hogy milyen egy technikai szám. Ha valaki megnézi az ICF száp szabályzatát, angolul van fenn az ICF oldalán, akkor az van benne, hogy 500 és 5 km közötti több fordulós forduló a a technikai futam. Érdekes, hogy, hogy nagyon sokan adtak ennek negatív visszhangot, hogy ugye egy nagy hosszú egyenessel indul, és utána a fordulóknál rövid a forduló. Azért érdekes, mert például mindegy, melyik versenyen tavaly, az előfutam is 4 km hosszú volt a technikai, ez, ez egy, nemzetközi verseny volt, és a döntő is 4 km hosszú volt, és senki nem szólt egy szót sem. Tehát, hogy nem, nem gondolom, hogy ez probléma minden technikai pálya más, más jellegűek, ugye nincsenek fix szabálya, hogy -e kinézni, hogy kell milyen alakúnak kell lenni, stb. teljesen más volt ennek a formája, mint mondjuk a, a Balatoni, a visszagondolsz a Balatonira, Aha. de ott is volt benne egy 300 méteres sprint az elején, ami ugye döntött, mind a kettőnél álló rajt volt, fogó emberekkel, tehát nem, nem bícs volt maga a rajt. Itt ez volt a feladat, ezt kell megugrani, szerintem a technikai versenyben pont az a sava borsa, hogy nincs két ugyanolyan, nincs két ugyanolyan döntő, nincs két ugyanolyan pálya, nincs két ugyanolyan futam. Tehát a, a fákerzés is egy fantasztikus, ott befutás van, szuper jó, szuper jó képeket lehet készíteni róla, de azért, aki nem olyan helyen egyszer tudod, hogy így ezt sokat tudja gyakorolni, annak például ez annyira nem mámor. Tehát, hát igen. tehát van, van, akinek ez jól jön, van, akinek rosszul jön, a fordulóknál tényleg nem nagyon lehetett előzni, de azért volt rá példa többször is, tehát a, az én középfutamomban is volt, a csillagéknál rendszeres volt, főleg az első bójánál. A, a 180 fokos visszafordító nem volt 180 fokos visszafordító, de de azért annak is megvan a maga kihívása, hogy még a saját hullámodat is egyből megkapott. Tehát ez egy technikai feladat volt, ezt meg lehet oldani. A, Itt, bocsánat, igen? annyit közbevetnék ugye, hogy a a matyér bír bizonyos adottságokkal, és nyilván itt is uh, elsődlegesen gondolom azt kellett figyelembe venni, hogy hát a célvonal az ott van ahol, tehát ott, ott van uh, célfotó lehetőség, tehát annak a befutónak ott kell lennie ahol, és akkor nyilván ehhez meg, meg kellett vizsgálni a rajt lehetőségét, hogy, hogy ne az legyen, hogy az elején még nem tudom, egy kilométereket evezgetni kell föl az embereknek, akkor ki van ott, ki nincs ott, hanem hogy honnan lehet ezt a legjobban elrajtoltatni, és ha jól tudom, Ugye ahonnan rajtoltatok a technikainál, abban a végében volt a, a deszka tárolós rész, meg a bemelegítős, meg a sátor, meg a minden egyéb. Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen logisztikai kihívás is egyben, hogy, hogy jó legyen a versenyzőknek, lássák a nézők, a, 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 a segítők, a, a, az önkéntesek is mindenki ott tudjon lenni, a rajt is működjön, tehát, hogy, hogy itt azért tényleg nagyon sok mindent össze kell rakni, Hát most ebből ez jött ki. Nekünk, vagy nekem személy szerint kívülről nézve, mondom, egy, egy, egy picit furcsa volt az, hogy ilyen hosszú volt az egyenes az elején, mert kicsit úgy éreztem, hogy hát gyakorlatilag egy nagyon hosszú sprinttel szinte el is dől az, hogy, hogy mi lesz utána, de ez az én laikus nézőpontom kívülről, bár izgalom így is volt bőven, tehát, hogy nem, 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 nem azt mondom, hogy, ez, hogy ezek unalmas futamok voltak, szó nincs erről. De, de ahogy tényleg te is elmondtad, hogy, hogy ahány technikai futam, annyi féle. Tehát, hogy ott van a, a, a siókofoki verseny, ahol 4000 méter a pálya, körönként 8 darab bója fordulva. Tehát, hogy az is egy technikai, és az egy másfajta technikai. Én Igazából... azt, gondolom, hogy itt a fő, a fő uh, mozgatóerő a, a az ECA-nak, tehát a nemzetközi, az Európai Szövetségnek, meg a, az MKK-nek is az volt, hogy ugye ez nem látszik, ahonnan készül a felvétel, csak esetleg egy-két drón felvételen, uh -huh. hogy a kajakkenú pályáknál, a befutónál középen az ötös pálya magasságában van egy, van egy, nagy stég, és ez egy ilyen, hát egy ilyen kam nagy, nagy kamera plac, nem, nem, nem uh -huh. tudom mi ennek a neve, és hát nem akármilyen felszereléssel települnek ilyenkor ki. Tehát ilyen, ilyennel nem nagyon találkozol szápversenyen. Tehát ez egy, ez egy egy rendes tévéközvetítés, ami 300 méterről is tűpontos képet fog adni arról, ha. ahogy te jössz a kajakkal a pályán. Igen, de így tudott a szápról is. Tehát, és ha. azt valahogy előtte kellett, és a tribün előtt kellett megrendezni ahhoz, hogy, hogy ez látványos legyen. Tehát megcsinálhatta volna azt, hogy fogja, és a, akár az elválasztó sziget, ugye a pályán van egy elválasztó sziget, és a, a, túloldalán csinálja meg a versenyt, és azt mondja, hogy na látjátok, hát együtt rendeztünk, körüljetek magatoknak, de de ő, de ő látványos szerette volna, és uh, tudom, hogy most még ez nem látszik, de, de nézd meg, vagy hát nézzétek meg, hogy, a, hogy milyen kamerafelvételek készültek a technikai fordulókról, meg milyen lassított felvételek vannak, nagyon sok van egyébként, hogy, hogy zseniális. Tehát olyan aspektusból tudja bemutatni most a száp technikai futamokat, meg a száp futamokat, ahogy alapvetően nem nagyon láthattuk eddig. A Balatoni világbajnokságon, amikor például a hosszú táv ment, akkor kis túlzással hiába próbálták meg, annyira lötyögött a Balaton, hogy nem tudták élvezhetően közvetíteni a motorcsónakról, mert ugye nem volt síkvíz, magát a futamot, hogy így remegett állandóan a kép. Itt ilyen nincs. Tehát uh -huh. én nekem az a meglátásom, és vagy így van, vagy nem, hogy, hogy azért a Nemzetközi Szövetség szerette volna olyan szintre emelni ennek az eseménynek a közvetítését, a bemutathatóságát, hogy az az egy szintet ugorva egy elég magas szint, tehát egy, 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 elég magas minőségi szintet képviselve legyen, és igen, ezért beáldoztak sok mindent, mint például a hosszú távnak a fordulóit is. Most a hosszú távnál ugye már verseny előtt beszéltünk erről a szervezőskel is, hogy mi lenne, hogyha mondjuk háromszög alakú lenne a pálya, vagy négyszög alakú lenne a pálya. Igazából abból a szempontból nem segített volna, hogy a probléma az utoléréssel volt. Ugye, amit te is mondtál, hogy szűk volt a határidő, ez a tólig be kellett fejezni az összes futamot. Csinálhatta volna azt a Nemzetközi Szövetség, hogy teljesen leszarja a, a korosztályokat, egybe elindít mindenkit, és akkor csinál egy olyan pályát, hogy ugye nem fogjuk egymást utolérni két kilométer távolságról, és akkor ott elbuklászunk jó sokan a pályán. De szerette volna, gondolom, kiszolgálni azt, amiben a, a, amit a szab. Csinál, hogy ugyanazon a versenyen a masterszeknek is ad lehetőséget, az Ifiknek is ad lehetőséget, meg ad lehetőséget a, a, az Open kategóriában is. És és ugye könnyű, könnyű így elsőre azt mondani, hogy jaj, hát ezt, ezt simán meg lehetett volna oldani, de nem biztos. Tehát nem biztos, hogy belefér az időbe. Ők úgy készültek, hogy 1000-től nulláig, tehát a finisig fognak tudni közvetíteni abban a minőségben, ahogy úgy szeretnének el lehetett volna vinni a frontba, akkor úgy nézett volna ki, mint a legtöbb szább versenynek a közvetítése, hogy van egy rajt, néha egy-egy kép valaki telefonról, valahonnan, motorcsónakról mutat valamit, ahogy jeveznek, senki nem tud ugye semmit, és egyszer csak beérkeznek, és nagyon tapsolunk. Tehát lehet ilyet uh -huh. csinálni a, a matyéren is, mert fogod és csinálsz két nagy kört úgy, hogy megkerülöd a szigetet, és akkor kétszer elmennek előtte, és nem történik semmi. Érted? Tehát, Igen, én, értem. Én úgy látom, én úgy látom, és ö, nem azt mondva, hogy ez csak így lehetett volna megcsinálni, biztos lehetett volna másképp, de én úgy látom, hogy ugye a, sporták sportág bemutathatósága volt itt most az elsődleges cél, és én azt is megértem, hogy hogyha tehát ez nem olyan verseny, mint amit mondjuk most ti rendeztek siófokon, vagy én itt rendezek egyet taksonba hogy, hogy összehívom a rajt előtt a srácokat, hogy figyeljetek, mégse így fogjuk csinálni, hogy így fog kinézni a technikai pálya. Tehát itt kimegy a bulletin, itt, itt kimen, itt, a ugyanazt az elbánást kaptuk, és ugyanannak a feszességnek kellett megfelelnünk, mint az olimpiai, olimpiai készülő nemzetközi, meg magyar kajakkenú sportolóknak. És az nem úgy van. Tehát ott, ott, ha van egy szabály, akkor az úgy van, és az előre meg van mondva, hogy az úgy lesz már hónapokkal előtte. Már én láttam olyan rajzot, ahogy gyakorlatilag méterre le van bontva, hogy, hogy, hogy milyen, milyen, hosszú lesz a pálya, és hány méternél lesz pontosan így ott a bója. Nem ám oda megyek, azt oda lerakom, és akkor egy kicsit arrébb van. Tehát és én értem, hogy amikor a végén oda kerültünk, akkor igen, lötyögött a víz. Itt a lötyögős víz volt a kihívás. Az utolérés az tényleg nem volt annyira fényes történet, de szeretném hozzátenni, hogy én úgy látom, hogy minden korosztályban az első háromnál a három leggyorsabb nyert. Tehát igazából, akinek ez támíthatott volna, és panaszkodhatott volna miatta, mert ugye mondjuk az éremért küzdött, az, az megugrotta ezt. Most én is értem, nálam is volt olyan, hogy mentünk, ugye leszakadtunk az élbolyról, a, a leszakadtunk a kriszcsenékről, és akkor, és akkor egyszer csak egy, egy, idősebb olasz nő fogta magát, és valami megmagyarázhatatlan fogva, az tök részen bejött az első boly és közénk. Na most itt csak engem zavart ez, <laughs> mert én az életemért küzdöttem vizen, így szépen kikerültük, és mentünk tovább. Mert ez még mindig semmilyen technikai kihívás nem jelent ahhoz képest, hogyha mondjuk egy tengeren kell bármit is csinálni. Érted? hogy, hogy igaz, lehetett volna esetleg másképp, nyilván ez az első ilyenje volt, hogy közösen rendeztek, nagyon sok aspektust kell kiértékelni és átgondolni, de, de én azt gondolom, hogy a versenyt a versenyzők csinálják, és a verseny jó volt. És a verseny szerintem nagyon jó volt, és hát én azt tudom erre mondani, hogy a férfi győztes idő az 5.45-ös átlagot, átlagot ment 8,5 kilométeren. Tehát, hogy ezt kontextusba tudjuk rakni, tavaly a Faker Zénél kettő darab ilyet ment a Bruno, és azzal meg, tehát onnantól csak rosszabbakat, és azzal meg tudta nyerni azt a versenyt. Tehát, érted, hogy, hogy tehát az, é, az eleje tehát, úgy hogy... ment, az, az, eleje úgy ment, hogy én nem tudom, nem tudom, mert voltak ilyen hangok is, hogy be ezek, ha lett volna pénzdi, akkor milyen jó lett volna, mert akkor akkor eljöttek volna még nagyobb szárok. Igen, biztos eljöttek volna még nagyobb szárok, de én már láttam a Conor Baxter-t is 20-nak beérkezni. Meg Persze, Értettem. Meg ugye azt vegyük figyelembe, hogy nyilván a pénzné is egy dolog, ez egy Európa bajnokság, tehát hogy, hogy ettől a Conor Baxter Amerikából nem jöhet el, mert ez egy Európa bajnokság, tehát hogy nyilván itt Európa krémje tud eljönni, és, és azért itt Spanyolországból, meg Görögországból, Olaszországból, Németországból azért jöttek, jöttek szép számmal versenyzők. Igen, nekem a hosszú távon egyébként a legfurcsább, tehát, hogy igen, én is értem azt, hogy, hogy itt a nézőket is ki szeretnék szolgálni, én ebben az egyetlen pici hátrányt ott éreztem, hogy, hogy akkora volt a tömeg, hogy, hogy a tévén keresztül tényleg nem, foggalmunk nem volt, hogy ki hol tart. Tehát, hogy egyszer csak az volt, hogy ráközelítettek a célra, és akkor itt a győztes. Ha, Ho, hoppá, oké. Okay. De, hogy, de hogy közben meg nyilván voltak olyan képek, amik, amit meg igenis lehetett élvezni, meg bemutatták a sportot. És ugye tényleg azt se felejtsük el, hogy ennek az Európa-bajnokságnak, mint első Európa-bajnokságnak, mint a tévében is szereplő Európa-bajnokságnak, az egy nagyon fontos feladat, hogy bemutassa az embereknek azt, hogy, hogy ez nem csak egy strandon lebegünk a matracon, aztán néha ugrál róla a gyerek típusú eszköz, hanem igenis ez egy sporteszköz, amivel komoly sportteljesítményre képesek emberek. Hát nem is tudom, azt hiszem, a, a hát Knézi Jenő közvetítette talán a sprint döntőt a, az M4 sporton, hát ő azért nagyon le volt döbbenve, hogy itt milyen tempót mennek emberek. Tehát, hogy itt, itt, nézte, hogy ja, hogy ő itt nem csak így karból, hát nem csak így karból, hanem hogy itt aztán itt kő, kőkemény. Tehát, hogy 46 másodperc alatt nem lehet véletlenül végigmenni 200 métert. Tehát, hogy ez... Így van, és ez olyan, bocsánat, hogy a szabadba vágok, ez tényleg olyan, tehát a legtöbben úgy képzelik el, ugye, hogy felfújhatós deszkával, de olyanok is, akik a kajakkenúban vannak, hogy most egy ilyen lufival ottan el vagyunk, és akkor örülünk magunknak, bícs van, meg aztán koktélozás, és akkor és akkor ez a sport, és és erre tökéletesen alkalmas volt egyébként ez a futam. Nem szeretném elvitatni azt, hogy nem tudtam még visszanézni a, a hosszú távú közvetítést, nem szeretném elvitatni, hogy, hogy tényleg vannak dolgok, amik, amik lehettek volna jobbak, és majd biztos jobbak is lesznek. Tehát amikor mondtuk, hogy, hogy hát esetleg más színű, csak más színű mesz kéne, mondták, hogy jó, hát holnap van a rajta, tehát ez nem úgy van, hogy jó. Tehát, nem úgy, nem úgy, nem, úgy, élték meg, majd következőre biztos, hogy változnak ezek a dolgok is. Ezekből tanulunk. Én, én azért úgy végigkísértem egy pár hazai rendezésű kajakkenú eh, nemzetközi versenyt, tehát eh, világbajnokságot, Európa bajnokságot, és mindig volt valami, amiben és ebben egyébként a magyar sport eh, esemény rendezés nagyszerű, tényleg nagyon nagyszerű, hogy tanul az előzőekből, és úgy lép tovább. És ez mindig így van. Ez mindig így van. Eh, így lesz biztos a következőben is, hogy, hogyha lesz. És, és ezek mindenféleképpen jó dolgok, és amit te is mondtál, hogy, hogy nyilván az volt a cél, amellett, hogy nem tudták nagyon másképp megoldani, hogy azt lássák, hogy sokan vannak a pályán, és hát a pályán baromi sokan voltak. Hát, és de, nekem, eh, nekem egy, egy, de ez inkább csak hozzá egy technikai jellegű kérdés, hogy a, a vagy hát a sprint számokat kijelölő a pici bóják, amik ott voltak végig a pályán, ez a technikai számban mennyire volt zavaró, mert ugye ott volt egyedül, amikor itt cikcakba is mentetek, mert azért a hosszú távon azt gondolom, hogy annyira nem zavart benneteket ez a bója. Milyen volt így bójás pályán versenyezni? Ezek olyan bóják, hogyha neki mész a szabdeszkával, akkor eltűnik. Tehát ezek a kicsik. A középen voltak a, az MKB és lehet, hogy MVMS ilyen dobozok, azok nem annyira. Hát ez, ez nyilván, nyilván, nincs ott jobb. Tehát ezt most uh -huh. megint nem magyarázni akarom, mert jó, de nem fogják lebontani ezért a kajakkelapáját, hogy így legyen. Uh -huh. Viszont nagyon érdekes volt, és érdekes, hogy szóba hoztad, a Krator például arra használta a bójasort, hogy minél megszabaduljon tőlem a hosszú egyenesben. Tehát mentem rajta vizen, és folyamatosan azt csinálta, hogy ugye próbált köztük úgy lavírozni, hogy nekem mindenféleképpen útba legyenek ezek a bóják, mert ugye felfújhatósban már azért kicsit jobban de, de. Útba, amikor húzóval tudod, tud, tud útba lenni, és így pont azon gondolkodtam, hogy mennyire látszik, hogy a kajakkenúból Tehát de. Amit lehet, azt mindig ki kell használni. Engem, engem nem zavart, biztos van, akit zavart, és de. és én ezzel nem azt akarom mondani, am, tehát nem azt szeretném mondani, hogy hogy nincs olyan, akinek nincsenek jogos érvei arra, hogy ezt lehetett volna jobban is, és miért nem csinálták jobban. Csak azt akarom mondani, hogy szerintem ezekhez türelemmel kell állni, és nagyon sok olyan dolog volt a, az Európa bajnokságon, amivel eddig szerintem szapos szapversenyen nem találkozott. Tehát amit ti nem láttatok, az az, hogy például volt egy versenyzői terület, ahova hát szerintem egy 3-400 négyzetméteres sátrat felállítottak, benne két öltözővel, négy darab hűtővel, benne mindig ott volt az ingyen bármikor elvehető hideg ásványvíz, két tévé hozzá kanapészet, plusz még babzsákok, és az egész alatt raklaból, és hát szerintem raklaból, de építettek egy dobogót, hogy ne a földre üljön senki, és pakoljon le. Kaptunk külön vizes blokkot, ami mindig tiszta volt. Tehát ott szerintem óránként két takarítónő az egészet végig takarította szerintem arra a panasza ugyanúgy nem lehet senkinek. Ugyanazt az elbánást kaptuk, mint az olimpiai bajnokok, és ugyanaznak a szabályrendszernek is kellett megfelelni, ami sokszor zavaró volt sokaknak. Tehát, az, hogy mit jelent az, hogy pályazár, az, hogy a rajtra ott kell lenni, tehát nincsen később érek oda, meg hello srácok, majd én jövök. Tehát ezek, van egy feszessége a kajakkerúnak, és ezt elvárták a száposoktól is, szerintem megugortuk a lécet, bár néha néztünk furcsán, hogy Aha. akkor ez most hogy van és mint van, de ment, és ugyanez a regisztrációnál is, tehát itt, itt igyekeztek minden tűpontosan profin csinálni, és oh. szerintem az sose baj, hogyha egy amatőr versenyzőtől elvárják, hogy úgy viselkedjen ilyen helyen, mint egy profi, és megkapja azt, amit egy profi. Tehát ez ez jó érzés. Tehát mm. ott sétálgatni, jó mondjuk, nekem ugye van kötődésem a, a kajakkenúhoz, és, és és én kicsit önérzésem volt, mint egy ilyen picit időutazásba kerültem volna, persze, mert nem volt előttem tükör, hogy lássam, hogy már nincsen hajam, de, 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 de hogy az, hogy hogy, hogy ezek ilyen, ezek élmények, ezek nagyon-nagyon élmények. Tehát az, hogy a, a hajó mérlegelésnél nem te viszed fel a hajót mérlegelni, hanem jön két segítő, oda se engednek. Fölviszik, kiveszik a deszkádat, fölviszik, lemérlegelik, és visszahozzák a másik stégen, és visszaadják. Nem akárhol szállunk be és állunk oda a rajthoz, hanem előtte van egy board checking, ahol odaállsz, megnézik, hogy a rajtszám a, a testszámoddal megfelelő-e, az előírt, ha van előírt lis, akkor vittél le, van-e benne egyéb felszerelés, stb. 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 Tehát ezek, és ez, ez, mindig egy minőségi szintet hoz magával. Hogy senki ne sumákoljon, senki ne trükközgessen, hanem ez van, ezt lehet csinálni. Igen, ez szerintem ugye magából a a, a kajak tradíciójából, meg hogy tényleg egy nagyon, nagyon régóta fejlődő sporták, sportág rendszer, mindenféle ilyen rendezvénytechnikai dologgal, a száp meg ugye ez a, ez a Hefán találkozunk, aztán majd lerakjuk a bójákat, majd kerülgetünk, majd, majd ötöt megyünk, vagy hatot, vagy majd megbeszéljük, vagy nem tudom. Tehát, hogy igen, hogy ez a, ez a lazaság találkozik egy olyan szabályrendszerrel, meg rendezési szisztémával, aminek egy olimpián is működnie kell, ahol a TV közvetítés a világ, nem tudom, 180 országába így indul el másodpercre pontosan, Ugye ez az LBS kajakkenúval együtt volt, és, és gyakorlatilag talán most volt először az, hogy, hogy komoly kajakkenú versenyzők, olimpiai bajnokok találkozhattak ezzel a sporttal egy az egybe, tehát hogy velük párhuzamosan működött. Milyen visszajelzéseket kaptál, ha kaptál egyáltalán tőlük? Tudtál velük beszélgetni egy pár szót? Ez, ez nagyon érdekes, mert ugye azt gondoltam, Például az Adolf Balázsnak, aki készül az olimpiára, Kenu 1 és meg Keno párosban, neki van egy 424 prója, és szokott is vele, tehát kiegészítő sportnak használja a szapot. Uh -huh. Tehát nem annyira ismeretlen ez, meg hát ugye sokan egyesületben egzenek, Most az útéba is, aki látta már a Fodor Szabi tevezni, az nyilván felteszi a kérdéseket, amiket fel szeretne tenni. De, de nekem az volt a tapasztalatom, és ez egy nagyon pozitív tapasztalat, hogy Ugye mi a válogatottal ugyanazon a szálláson voltunk, mint a kajakkenusok, meg az edzők. És volt egy, egy, hát nem lezárt rész, de az egyik teremben, a, a, az étteremben mindig ugyanott tettünk. Tehát ott benn csak mi jöttünk. És, és minden beszélgetésnél volt olyan rész, ahol olyanok, akik, akik érdeklődtek, kérdeztek, és, és nagyon nyitottan álltak hozzá ezekhez a, tehát magához a sportákhoz, magához a szához, és nem egy elutasító, meg lekezelő, tehát nagyon pozitív élmény volt, és látszott, hogy azért itt még elég komolyan vannak ilyen technikai kérdések, amiket meg kell beszélni, és nagyon sokan rácsodálkoztak erre az egészre, és ez... Én úgy érzem, hogy ennek nagyon komoly pozitív hatása lesz a, jövőben a magyar szaposokra. Tehát már most tudom, hogy lesz olyan, hogy, hogy mondjuk elindul a mi egyesületünkből, a Merkabból IFI, mert, mert megkeresett a vezetőedző, és azt mondta, hogy Karesz, figyelj ide, nagyon jó lenne, hogy, hogy segítenél egy kicsit, mert nekik addigra vége van a válogatónak, és akkor, és akkor nézzük meg, hát, hogyha tetszik nekik, ugye kicsit feldobja a szezont, nem mindig ugyanaz van. És én ezt mondtam már sok adással ezelőtt is, hogy hogy én ebben látom a jövőt, meg abban látom a jövőt, hogy egy szövetség fogja azokat a versenyzőket, mondjuk most, most tegyük fel, van mondjuk egy-kettő kiút, és az, hogy a másodikat is, meg az elsőt is a szövetség dotálja, és mondjuk egy leendő, nem tudom én, spanyolországi világbajnokságra kiviszi, fedezi az ellátást, szakmai segítséget nyújt. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy érték, és ezt itt kell, így, így alapozódik meg. Tehát én látom azt a munkát, amit mögé tesznek, pontosabban azt gondolom, hogy látom azt a munkát, amit így mögé tesz a szövetség, és hogy érdeklődnek, és és olyan vezetőegyzők érdeklődnek, akiknek a, a, az emberei, tehát a versenyzői, akár a, az olimpiára is készülnek. És ez mindenféleképpen pozitív. Egyébként visszatérve az előző témára, hogy ugye, mit szoktunk meg, lazaság, nem lazaság. Ugye érdekes, hogy a nemzetközi szapos sajtóban sokszor találkozom azzal, hogy ugye a száv mennyire nyitott és elfogadó, és hogy have fun, és hogy legyünk jók. És ö, olyan érdekes, hogy ugye nem szorítja ki egyik verseny a másikat. Hogy viszont ha jön egy más típusú, akkor mégis az ellenérzést szül az emberekben, holott ha nyitottak lennénk, akkor azt mondanánk, hogy csak jó, próbáljuk ki ezt is, csináljuk azt is. Én megyek a tiédre és te is gyere az enyémre. Ugye mondjuk egy fákerzé versenynek a hangulata, az ott az a hangulat. Tehát nem máshol. Az ott olyan, amilyen. De, de egy nem tudom, én egy kajakérú Szövetség által csinált, mondjuk Magyar világkupának, meg itt van ilyen hangulata, amilyen. És ettől nem lesz olyan, és nem is kell szerintem ezeket összehasonlítani. Élvezni kell a lehetőséget, hogy el lehet indulni mind a kettőnél, és ahol szabály van, ott be kell tartani. És amit te is mondtál, egyáltalán biztos olyan nagyon nagy bajám az, hogyha ha megtanuljuk azt, hogy hogy igenis számít. Hogy igenis számít, hogy hogyan, mint van ennek egy rendje. Ugye sokan például problémának élték meg, nekünk a válogatottakének kötelező volt megcsinálni a az elektronikus dopping edukációt az érdelen. Ed Tehát van egy ilyen ADEL nevű program, egyébként mindenki számára nyilvános, te is meg tudod csinálni, angol nyelven van. Elég sokat töltöttem a telefonfordító programjával ott a, a számítógép előtt. Arról szól, hogy bemutatja, hogy hogyan ne dopingolj még véletlenül sem. Mert ugye nem a Magyar Pajakonú Szövetség a, a magyar anti dopingcsoport, csoport, meg, meg a vada, de elmondják, hogy, hogy mire figyelj. És ilyen apróságok, hogy például a béres csepp az, a doping listás tud lenni, mert fedő, nem azért, mert hogy, mert hogy gyorsabban fogsz tőle elvezni, hanem mert fedőszere másnak, hogy a, a neocitrány kiürülési ideje 24 óra és versenyidőszakban tiltott. Tehát ezek apróságok. Uh -huh. Mert akkor fogod és azt mondod, hogy nem neocitránt fog bevenni, hanem egy kataflánt, ha úgy alakul, hogy, 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 hogy szükséged van rá ez jó. Tehát én azt gondolom, hogy a tudás jó, és a nyitottságot nem csak úgy kell értelmezni, hogyha mi nyitottnak gondoljuk magunkat, és mindenki nyisson ránk, hanem a nyitottság az egy kétirányú dolog. Tehát az az ajtó nyitva kell, hogy legyen a másik irányba, is, nem csak ebbe az irányba. És, és szerintem a száp fejlődése szempontjából az, hogy hogyha több dimenzióban gondolkodunk, például, ugye, amit beszéltünk, hogy van ez a rendszer, hogy ugye úgy működik egy kicsit, mint a tenisz, hogy a, hogy a, azok a sportolók, akik pénzdíjért jönnek, azok utaznak, és nem mondom, hogy ebből élnek, de ugye elég komoly bevétel, mert elég sok kiadásuk is van ezzel. Tehát eljönni csak úgy, saját pénzből, stb. utaztatni a deszkát, szállás, és akkor még nyerni is kell, hogy egyáltalán legyen belőle valami. Tehát van ugye ez a hívjuk, hívjuk, hívjuk teniszes, ten, tenis, teniszes, modellnek, és akkor van a másik modell, ugye a, a például, amit a magyar kajakkenú de az olasz is ezt csinálta, a szövetség csinált, kiírt egy válogatott otthon, és akiket nyert, azokat elhozta arra a versenyre, amire amúgy is jön, elhozta azokat a sportolókat. Most ezeknek a sportolóknak, akik itt voltak, és nagyon gyorsan mentek sokan, ezeknek adott esetben nincsen lehetőségük, nincs olyan deszka szponzoruk, hogy ne kelljen elvinni a, nem mondom, csillagdeszkájukat, ugye, Portugáliában, Németországból, mert oda telefonál, hogy figyelj, megy a top 10-es versenyzőm, és adjál neki egy deszkát. Érted? Tehát, hogy, hogy, ez is egyfajta dotálás, és ez, és ez, nem jó vagy rossz, hanem ilyen vagy olyan, és szerintem mind a kettő jó. Legyen mind a kettő, legyen egy harmadik féle is, nyugodtan. Mert sose tudhatjuk, hogy miből jön ki az, hogy, hogy, hogy hogyan is fogjuk érezni magunkat egy eseményen. Szerintem egy eseménynek a hangulatát mindegy, mit csinálnak. Tehát mindegy, mennyi pénzt tölnek benne, meg mennyire szép, azt az ott lévő emberek és az egymáshoz való viszonyuk fogja meghatározni. Tehát voltunk mi már szerintem olyan versenyen, ahol ott a bója, és tök jól éreztük magunkat, és voltunk olyan versenyen, ami, aminél sokkal többet fektettek bele, és ez, a, ez, egy, ez, ez szar volt, ez nem, nem volt jó semmire. Tehát nem szabad másokat színi, mit csináljuk a, a, hangulatot, és ezen az eseményen a, az Európai Szövetség nagyon komoly pénzt fektetett abba, hogy mi is ugyanolyan elbánást kapjunk, és szerintem ez, 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 vitán felül áll. Tehát mindenféleképpen. És, és ez segíti, segíti majd a, a az itthoni szápnak a fejlődését, és tényleg az, hogy, hogy, a, hogy a is látják, mert például Vajda Attila is deszkára állt, ugye olimpikon kenus, lejött a válogatóra és itt van egyébként tőlem nem messze, majd jön föl, egyzünk majd közösen, egyenlőre csak egy oldal tud evezni, ott is fordul, hála a Jóistennek, majd elmúlik, és akkor aztán oh. majd izgulhatok miatta is, de, de hogy ők jó, jöjjön, tehát jöjjön, legyünk sokan, tehát ha valaki jobb, verjen el, tehát ez nem egy, ez nem a, ez nem egy ilyen minősített kis klub, ahonnan mindenkit ki kell lögdösni, jöjjön be mindenki. Küzdjünk meg, felül, győzzön a jobbik, és aztán menjünk egy másik rendezvényre, és csináljuk ugyanezt. Ja. Hát Kareszé, nagyon szépen köszönöm az idődet, és szeretnénk még egyszer gratulálni az Érmedhez a felfújhatós futamban, illetve a válogatott összes többi tagjának. Köszönjük szépen ezeket a felejthetetlen perceket, másodperceket és evezőcsapásokat. csapásokat. És, és én nagyon örülök annak, hogy, 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 tényleg ilyen nyitottan el tudod mondani azt, hogy, hogy milyen, milyen, aspektusok vannak a, akár egy ilyen esemény megszervezése kapcsán, ami egyszerűen megköti egy rendező kezét. Tehát ha tévé közvetítés van, akkor, akkor ott kell csinálni a versenyt, nem lehet ki, ki lehet vinni, persze 10 km-re, csak nincs értelme. Szóval, hogy, hogy, azt gondolom, hogy azért a közösség többsége ezt abszolút meg, megérti, és igen, hát legyen majd egy másik verseny, és ahol majd megint lesznek dolgok, amiket lehetne jobban csinálni, és akkor, és akkor mindig gyúrjuk egymásba ezeket, és csináljuk meg a világ legjobb versenyét, majd nem tudom én, siófokon, vagy, 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 vagy nálatok taksonyba, és akkor, és akkor ennyi, lehet, hogy a tévé közvetítés ott elmarad, de legalább nem lesz bizonyíték arra, hogy, hogy ott is voltak hibák. Szóval, hogy, hogy ott is vannak, higgyétek el, se, sehol nem tökéletes ez a, ez a mutatvány. Egy, egy, valamit, egy valamit, még, mert ez kimaradt, és uh, ugye a felfújhatós versenyen, aki már egy pár éve indul itthon versenyen, azt tudja, hogy ugye a felfújhatós versenyen pláne, de nálunk a hosszú versenyeken sincsen deszkafogás. És uh, ezek a rajtok ilyenek. Tehát, tehát ugye nem mutatták a közvetítésben, mert lemaradt, ez a mindenki evezzen hátrébb, mindenki evezzen hátrébb, és mindenki előrefelé evez. Tehát ez nyilván uh -huh. nyilván egy ilyen esemény volt, és uh, talán a, az irona járt úgy, hogy pont a, mert ugye volt biztosító Katamarán motoros, uh -huh. és pont a motoros próbálta ugye a, a mezőnyt hátrébb, hátrébb tuszakolni, és pont úgy lett elindítva, hogy hogy előtte volt ez a, ez a motoros, uh -huh. és ki kellett kerülnie. És uh -huh. ez tényleg egy, egy elég szerencsétlen esemény ebből a szempontból. Én nem gondolom, hogy a, a rendezvény hibája, hogy ez így alakult, ugye, és ez nem csak a magyarok, de mondjuk döntően ugye a felfújható számú magyarok voltak, de hát szeretném elmondani, hogy az országok, a románok is, ugyanúgy, mint ahogy a Krejtor is, nagyon odafigyelt rá, hogy ő azért ne, ne érje őt érdeksérelem a rajtnál. Tehát hogy ott, ott mindenki megy. Tehát ez, ehhez hozzá kell szokni. Ez, és attól, hogy fanfutamnak hívják, az úgy fán futám, hogyha el tudod engedni, és mész. De alapvetően mindig van olyan, aki nyomni fogja. Ez így volt a Balatoni világbajnokságon is, meg, meg így volt máshol is, hogy tehát ez ilyen. Tehát ez, ez tényleg az evezés élményéért evezik, és ugye van, aki azt szereti az evezésbe, hogy süt a nap, van, aki meg azt, hogy a belelók kifele, miközben hajt 180-as pózussal. és akkor mindenki kiveszi belőle, amit szeretne, de, de az is egy jó futam volt, egy kicsit kaotikus, ott tényleg kicsit kaotikus volt a rajt, a hosszú távon is még fogták az embereket, Tehát azért igyekeztek ugye a, a, tényleg a, a tel, az egyenlő versenyt e, megcsinálni, most felfújhatósban 110 embert a vízen megfogni, ezt nem lehet, nem is fértünk volna el a ponton, úgyhogy hát az sajnos ilyen volt, de, de szerintem jó volt, ez nagyon jó esemény volt, nekem nagyon tetszett. Hát akkor legyen ez a végszó, köszönöm szépen még egyszer, hogy, hogy itt voltál velünk, veletek, veletek pedig találkozunk a szabad következő adásában, addig pedig menjetek evezni, mert itt van a nyár, jó melegek a vizet, és gyakoroljátok a bója fordulókat, vagy bármilyen egyensúly gyakorlatot, mert most aztán büntetlenül be lehet esni a 20 fokos vizekbe, úgyhogy ezt használjátok ki, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Mindez szó szerint, sziasztok!